Jaj, végre első hiszem, hogy itt vagyunk szívem a közös lakásunkba. Még akkor sem megszakadok, annyira gyönyörű, nekem nagyon tetszik neked. Én ezt tudnál kicsit segíteni? Nem! Oh, végre készen van, már éhen halok. Attila, meg se kínálsz! Jaj, bocsánat, teljesen bunkó vagyok szívem. Szeretnél belőle? De nem kell, Attila, nekem ilyen kaja, már hányszor elmondjam neked, hogy nem eszek ilyen kajákat. Nem lehet ezt megtanulni tényleg? Ezt, hogy ilyeneket nem eszek? Na, akkor én most megyek, és szóljál, mikor lenyugodtál, oké? Okay? De te ne hagyjál engem itt egyedül az asztalnál! Fogd már meg ezt a telefon, mert nem jól vagy. Jó, jó. Na, csinálom. Na, ezek így milyenek? Nézed? Nem, a fejedet, valamit csinálj a fejeddel, mert ez így nem jó. Ilyen a fejem alapban? Nem, ilyen a fejed. Jó. Na, ez most már jó lesz, ezt posztoljad, na. Viszlát! Hashtag couple goals, hashtag I love you, hashtag szeretlek. Attila, ezen is hülye a fejed, gyere már ide, légy szíves! Jaj, na Mizu szívem, mit csinálsz itt? Nézegetem, hogy hova menjünk, Nászútra. Bali vagy Bora Bora? De szívem, mi még össze se házasodtunk. Igen, ezzel van itt a probléma! A szívem, van számodra egy meglepetésem, remélem örülni fogsz. Mindig mondod, hogy utálod, hogy én vezetek mindig, szóval rendeltem neked egy hozzád illő kis rózsaszín kulcsot, és akkor most vezethetnéd te a kocsit, hogyha van kedved, tessék. Kulcs. Úgy nézek ki neked amúgy, Attila, mint egy sofőr? De te mondtad. Te fogsz vezetni, és én meg megyek az anyósra, jó? És nem úgy nézek ki, mint egy sofőr. Ez sem. Attila! Hányszor kértelek, hogy ne lájkolgasd ennek a lánynak az összes képét Instagramon. Az összes képét Instagramon lájkolod. De Inez, szívem, ő a húgom, a Kitty, már találkoztál vele. Tudod, köböl 20-szor, vagy még többször. Aj, Inez, nem hiszem el, hogy nem tudod megjegyezni legalább a húgának az arcát. De nem nyerhet, akkor sem. Akkor is! Az egyetlen lány, akit lájkolsz Instagramon, az én legyek! Inez, ez mi van Inez? Megcsaltál álmomban! Egy undorító féreg vagy, Attila! Micsoda? Jaj, de jó ezen a friss levegő, de jaj, basszus, ez Inez nem üzen, ne kell megfogalni, baszki. Van három hangüzim, akkor hallgassuk. Na, szia, szívem! Megfőztem neked a vacsorát. Nem kérek vissza. A kedvencedet főztem életem, tudom, hogy nagyon szereted, már várlak, puszi! Akkor nézzük a másodikat. Na, szia, drágám, nem tudom. Megkaptad az első hangüzimet, hogy lassan kész vagyok a kajáddal, szóval jó lenne, hogyha megérkeznél. Na puszi! Úgy már kezd kicsit ideges lenni, akkor mi ez az utolsó? Nem hiszem el, Attila! Azt, hogy berejtéket izzadva csinálom neked a vacsorát, és nem tudsz időben megérkezni. Van pofád! De tényleg neked aztán tényleg van pofád! De csak a kertbe jöttem ki körülbelül 5 perce. Na mindegy, megyek. Na szia cicám, csak azt akarom mondani, hogy akkor én megyek, mert ma lesz a LAN party a srácok, amire már hetek óta várom, annyira király lesz, szóval indulok is, oké? Okay? Te se gondoltad, hogy elmész ma itthonról, ezt kivel beszélted meg? Hát veled már több hát... De nem baj, mert ma én megyek a csajokkal moziba, te meg itthon maradsz a kutyával. De szívem, neked miért lehet elmenned? Nekem meg miért kell itt maradnom? Mert én vagyok én, Attila, és ne korlátozz a személyes szabadságomban. And that's the tea! Na hord el magad! Mama! Attila! Ha? Ez a kedvenc számom, miért kell lehalkítani? Jó, oké, és azt mondtad, hogy most én választhatok zenét. De ezt választhatod, az utat figyel! Jaj, hallod Inez? Léci, ide tudnád hozni a kabimat? Én még itt a cipőmmel szenvedek éppen. Nem hiszem el, hogy én már csak csiskás vagyok ebben a lakásban.
Köszi szépen, akkor... Megígérted, hogy belevallod a kabátba a közös képünket. Szerinted ez közös kép a kabátba? Miről beszélsz? Azt mondtam, hogy talán a monogram munkád, de még az is fura lenne. De nem, az a csicskáknak való. Nekünk a közös képünk legyen a kabátba, ha már egyszer megígérted. Jó, oké, akkor majd ma megcsinálom. Szívem! Szerinted hogy állna nekem a rövid hajr? Hát szerintem ez a hajr is nagyon-nagyon gyönyörű, de hogyha röviden szeretnél, szerintem úgy is csodaszép lenne. És tudom, hogy miért mondod ezt amúgy. Mi? Mert a Franceszkának, annak az exednek is rövid haja van. Tudod melyiknek, annak? Nem is volt soha egy exem sem. Nekem meg rövid hajam nem lesz sohasem, mert nekem most már csak hosszú hajam lesz. Te most mit csinálsz? Fújja a hajamat a szél a fejemben. Kicsit túl zsűztél, Inez. Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és a mai videóban itt volt velem... Inez! És ma hát elérkezett ennek az ikonikus videónak a második része. Én imádtam az első részt, miért hárban mutatok? És ez a másodikat is nagyon imádtam szerintem. Felért hozzá, szóval nagyon szépen köszönöm mindez itt a szereplést. Köszönöm a meghívást. Neked tetszett. Nekem nagyon, szerintem jó lesz ez is. Hogyha tetszett ez a videó, könyörjétek rá egy lájkot, és akkor majd lehet valamikor lesz harmadik része, és írjátok meg lent kommentben, hogy melyik volt a kedvenc jelenetetek. Nekem szerintem újból ez a haj dobálós rész. Pedig azt most találtuk ki. Igen, azt az Inez most találta ki, hogy legyen ilyen, szóval kredit neki, és Inezhez is csináltunk egy nagyon durva videót. Ami mindig a sok hatása alatt vagyok. Mondd meg, miről szólt. Szerintem az a legdurvább videó a csatornámon. Az én videómban Attilának nagyon undorító dolgokat kellett meginnia. Nézzétek meg, és abban kiderül, hogy miért. De tényleg nagyon durva volt. Szinte így vert a szívem a videó közben, amit velem... De tényleg soha nem szokott velem ilyen lenni, szóval nem is értem. Ja, és amúgy az én ez nem ilyen a való életben, miatt valaki azt mondja, mint ebben a videóban, szóval ennyire azért nem kattan. Eléggé az azért ennyire nem. Köszönjük szépen, hogy megnézték a videónkat, és ennyi lett ez a videó. Remélem, jó napotok van, én Attila vagyok. Én pedig Inez. Holmes és Jukban találkozunk, és sziasztok! Merre megyek? Baszki, meg így is benne vagyok! Hova mentél?